A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolában minden tanévben nagyon-nagyon izgalommal várjuk az új kis diákokat, az első osztályos tanulókat. Igyekszünk nagyon segíteni mindenféle tekintetben az óvoda és az iskola átmenetet. Erre több módszerünk van, például a két tanítónénis órákat tartjuk ennek érdekében. Aztán nagyon jellemző az iskolánkra, hogy a magas szintű nevelő-oktató munka mellett a közösségformálást, hagyományápolást nagyon előtérbe helyezzük, és azt gondolom, hogy a közösségépítés az a szekszárdi iskolák között itt mondhatnám egyedülállónak. Nagyon jól működő diák önkormányzatunk van. Jól működik, szóval ezeket a fórumokat is minden évben megrendezzük, és akkor ott van az igazgatónő, meg jó pár tanár is, és akkor ők is hallják tényleg a diákoknak a problémáit, ami őket foglalkoztatja, és ezeken szoktak is változtatni. Úgyhogy a diák önkormányzat is szerintem nem csak így van, hogy el lehessen mondani, hogy ilyen is működik, hanem tényleg rendesen működik. Havi szinten összeülünk, és megbeszéljük a dolgokat, úgyhogy még ez is egy olyan, hogy ha egy diáknak problémája van, akkor például szólhat nekem, vagy az osztályában a diák önkormányzati képviselőnek, és az valószínűleg akkor tudunk rá megoldást találni. Korszerű pedagógiai módszerekkel igyekszünk feltárni a tanulókban a bennük rejlő tudást, tehetséget, és ezt próbáljuk kamatoztatni nyilván itt a 8 év során. Előtérbe helyezzük a sporttevékenységet mindenképpen az iskolában. Kosárpalánta program működik nálunk az alsó tagozatban, de a kosárlabdán kívül a kézilabdának és a labdarúgásnak is teret adunk itt az iskolán belül. Az osztálytípusok, amiket indítunk. Általános tanterv szerint működik egy osztályunk, ahol angol nyelvet tanulnak a gyerekek, és harmadik osztálytól informatika órákat is bevezetünk, felső tagozatba informatika többletórával, illetve az angol nyelvet 5. osztálytól emelt szinten, azaz heti 5 órában is tanulhatják a diákok választható módon. A másik tantervünk a német nemzetiségi oktatás. Itt pedig a német nyelvet első osztálytól kezdve a 8. heti 5 órába tanulják a gyerekek. Nagyon játékos módszereket használnak a pedagógusaink alsó tagozatban, és úgymond DSD nyelvvizsga központ is működik az iskolánkban, tehát 8. év végén nyelvvizsgát is szerezhetnek a diákok. És általában a B-osztályaink, tehát a nemzetiségi osztályainkban járó tanulóknak a 90%-a ezt meg is szerzi 8. év végére. Partnerkapcsolattal is rendelkezünk, Németországban, Rodenbach településen van az iskolánknak, Szekszárdon egyedülállóan kapcsolata, és utazásokat tudunk szervezni, fogadjuk a német diákokat, illetve minden második évben tőlünk is utaznak ki diákok. Most egy kicsit az óvodás gyermekek szüleinek fejével gondolkodva, nagyon otthonos légkört tudunk kialakítani itt az iskolán belül. Ez egy elfogadó, befogadó légköri iskola, ahol mindenki igyekszünk felkarolni, vannak pedagógiai asszisztenseink is, akik azokat a gyerekeket tudják segíteni, akik egy kicsit esetleg nehezebben tudnak beilleszkedni. Minden kis gyerekre odafigyelünk. Hát nagyon jól tanítanak. Érdekesen, meg játékosan, és észre sem veszük, hogy megtanultuk, pedig így van. Ez egy jó iskola, tanárok is kedvesek, nyelvet is jól tanítják, az angolt, németet, fejlettek a gépek. Interaktív táblázni szoktunk, meg számítógépen feladatokat oldunk meg. Nagyon sok a barátom, mert ők is kicsit olyanok, mint én, és ők is barátkozóak, meg úgy barátkoztunk össze, hogy egyszer csak találkoztunk, beszálltam a játékba, és összebarátkoztunk, és a legjobb barátaim itt vannak az iskolában. A szlogenünk az is lehetne, hogy mindenki jó valamiben, és mi szeretnénk megtalálni azt, hogy az önök gyermekei miben jók. Ezt szeretnénk kutatni, és tulajdonképpen a célunk a kutatással az is, hogy a tanulmányok befejezése után a középiskolába, ha majd tovább tanulnak az önök gyermekei,
azt a biztos erős tudást vigyék magukkal, amit itt a Babicsban megszerezhetnek. Gyertek a Babicsba, mert egy nagyon jó iskola, és ajánlom mindenkinek. Legyél te is babicsos, várunk szeretettel a Babics iskolában. Igen, talán mindent elmondtuk, amit akartunk. Nem? De, azt mondom, igen. Akkor köszönöm szépen, lányok!